Megérkeztünk Lewistonba. Lewistonba akar, hogy ejtett ki. Hova tettem a másik telefonomat? Ádobom az összeset, nem szeretem a telefont. Mennyi? 6 óra 17 perc. Ja, 6-ra kellett volna ideérni, de hát mi az a 17 perc? Késés. Semmi. Vigyünk egy talicskát nekem kézbe cipelni a dolgokat. Kató, kis kató, milyen üzlet ez? A gunyás üzlet fehér népeknek. Robert with Datamex, I have a work order to replace a printer, a receipt printer. Mm-hmm. All right. It's right up front. All right, thanks. And this one right here? All right. All right, great, thanks. Na, delekek! Kész vagyunk. 6:45 körül lehet. Na, de fél óra, egy szűk fél óra. Hát ugye be kell telefonálni a helpdesknek, mondani, hogy itt vagy. Zárják le a POS-et. Ha kicserélve, utána indítsak újból, akkor le kell tesztelni, le kell írni a széria számokat, bla bla bla. You know the drill. Na, rakjuk be a csomagokat. A return label, ezt a FedExnél kell ledobjam. A másikot a UPS-nél. Ugye? Ja, UPS. Tehát ez a Staples-ben van az UPS. És FedEx, hol is tegyem le a FedEx-es? Na mindegy, majd meglássuk. Itt a kaliper. És mehetünk az AutoZone-ba, tehát itt vagyunk. Most Lewistonba. Ez egy nézet tőlem, ugye kimész Imakaliba, Istre, keletre az Imakaliról, és akkor felmész a 80-ason. És ott vagyunk az Okeechobee tónak a déli csücskén. A dél-nyugati csücskénél. Most nem menjünk el a tóhoz, mert dolog van, de majd egyet elmenjünk kirándulni az Okeechobee tóhoz. Legalább egy napra vagy kettőres körben motorozunk. Hatalmas ez a tó. Na, menjek az AutoZone-ba. Visszacserélni a kalipert és a féke, nyereg, dugattyús, valamit, tudom mifélét, hogy mondják. És akkor utána menjünk a Lowe's-ba, megvesszük azt a szivacsizét, amit az alap köré teszünk, hogy ne érjen össze a két beton alap. És akkor utána a Walmart-ba kell venni egy kicsi zöldséget, meg még egy-két dolgot. És utána a csomagokat menet közben ledobom valahol a FedExnél, UPS-nél. És annyi lesz már annyi elég, és mert már a 6:43. Ja, csekkeljek két checkout az app-en. Mert most már 6:45, 7:08-kor már sötét van. Úgyhogy ja, mire hazaérek, már rég sötét lesz át. Lesz egy olyan 9:30. Oké. Okay. Ide nem akar senki kijönni, mert egy kicsit távol, esik Naples-től és Fort Myers-től is. És feltették ezt a munkát két nappal ezelőtt, és nem akarta senki elfogadni. Azt hiszem 55 vagy 60 dollár, itt aztán felemelték $80-os
mondom hozzá, akkor azt nekem jó lesz. Egy kicsit többet kellett vezetni, hát felmész Fort Myersbe, az is egy óra. És idejöttem az egy óra, és egy negyed, egy óra 20 perc. De úgyis ki kellett jöjjek, ugye, hogy menjek az üzletekbe. Ha én kimenjek a Walmartba vagy a Home Depotba, nekem egy legalább egy óra oda-vissza az út, úgyhogy most inkább kijövök, megcsinálok egy munkát, egyúttal van 80 dollárom, mínusz 80, mínusz 8 dollár ugye a 10% közvetítő cégnek, és mínusz egy pár dollár benzinbe, de 70 dollár. Úgyhogy, ja, hát a benzinnel együtt még lehet lejön 65 mondjuk, de mindenképp megéri kijönni ezért egy munkát, megcsinálsz 60-70 dollárt, és még elmész áll, intézed a dolgaidat, lerakod a csomókot, elmész az üzletbe, és jön nap, most szembe fog sütni, hogy menjek nyugatra. Vissza Fort Myers felé, de nem baj, mert itt van a jó kis szemüveg. Olcsó Walmartos szemüveg, mit 10 dollár, de jó néz ki. És jó, és nem zavarja a szememet. Van, amelyik nap szemüvegek zavarják a szememet, de ez jó passzú. Oh yeah! Nagyon dögös vagyok. Na! Hol van a legközelebbi autózóna? Ja, autózomba vettem, és oda is kell azért vissza menjek. Okay, Google, find AutoZone. Listings for AutoZone. Here they are. 30 mérföld. De merre felé menjek? Hát az A lesz nekem a jó. A C az Imakaliba van. És a B az... Na lássatok, hogy hol vagyok. GPS megmutassa mindjárt. Itt lassú az internet, itt nekem ezen a telefonon csak 3G van. Lássátok, itt vagyok az Okeechobee tónak a alsó csücskibe. És menjek vissza Fort Myers felé. Itt van Clewiston, és menjek itt vissza a 80-as úton, és ott lesz a Labelbe, vagy Lehigh Acres. Oké. Okay. Tehát útba esik pont a 80-as úton. És onnan menjek rá a szökökre, a 75-ösre. Bonita Springsnél, a 123-as exitnél van a Lowe's. Kiugrok. Megveszem azt a szarizét, szivacsot vagy mit. 35 perc, 31 mérföld az autózónhoz. Kiugrok a szivacsit, 111-es exitnél Naples-be, ott van a Walmart, ott van a UPS, a Staples drop-off, és a FedEx ott van az Airport Road-on, egy kicsit lennebb. Úgyhogy, ja, kéznél van minden. Alright man, let's go, let's do this! Ja, nem is nagyon kell térkép, 31 mérföld, 103 van rajta, úgyhogy 134-nél ott vagyok. De közben meg kell egyet tankolni. Na jó. Á, vagyunk menve, gyerekek! Hit the road, Jack! What the fuck? Oh, it was anyhow.